Különleges alkalom a mai, 21 darab pálinka érkezett, hogy idei-e, tavalyi-e vagy milyenek, ez majd kiderül, és később majd kalapál úrral fogunk is erről szót váltani, de most az egyik legfontosabb esemény természetesen a díszpolgári díjátadása. Kedves vendégeinket színpadra még lassan, de biztosan elfoglaljuk, videók, fényképezőgépek megvannak. Mindenki megtalálja a helyét, úgy látom. Andrá is az utolsó kelléket a helyére tette, ahogy látom a kis napraforgót. Még egy másodperc mozzanat, úgy látom, hogy mindenki megvan, és mint ahogy illik, természetesen alkalomnak megfelelően. Ünnepségünk elején arra kérem Önöket, hogy közösen hallgassuk, illetve énekeljük el a himnuszt. Köszönöm szépen! Ünnepségünk folytatásaként kérem hallgassák meg Bertalanné Drávusz Katalin polgármesterasszony ünnepi köszöntőjét. Köszönöm! Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink és kedves jásztadányiak! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Ladány napján, 2013 óta immár negyedik alkalommal. Külön nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Csikós Miklós regnáló jászkapitányurat és kedves kísérőjét, székelyföldi testvértelepülésünk Csíkrákos jelenlévő képviselőit, Balla Lajos urat, vajdasági testvértelepülésünk Oromhegyes helyi közösségének elnökét, és a vele együtt itt lévő oromhegyesi barátainkat, a környező jásztelepülések jelenlévő polgármestereit, valamint az emeritus jászkapitányokat és kísérőiket. Tisztelt ünneplők, barátaink! Egy településnek, egy lakóközösségnek, így Jászladánynak is rendkívül nagy szüksége van ünnepekre. Szüksége olyan ünnepi pillanatokra,
amikor a közösség tagjai együtt lehetnek, és rövid időre megfeledkezhetnek a hétköznap sürgető, feszítő gondjairól. Nekünk itt Jászladányon 2013 óta a Ladány napja ünnepünk az a nap, amelyet a jókedv, a szórakozás, a fesztelenebb együttlét jegyében rendezünk meg, és telik el. Ha az ember ünnepel, jó magyar szokás, hogy meghívjuk magunkhoz rokonainkat és barátainkat, hogy velük is osztozhassunk az oldott, örömteli pillanatokban. Mi is ezt tettük, és nagyon nagy öröm az, hogy immár második alkalommal vannak velünk Ladány napján vajdasági és erdélyi testvértelepüléseink. De ugyanilyen öröm látni és érezni, hogy Ladány napja egyre inkább beépül, beívódik a ladányiak szokásai közé. Már lehet várni ezt a napot, lehet rá készülődni, úgy a főzőversenyre, a vásári forgatagra, vagy éppen a délutáni, esti fergetegesnek ígérkező bulira. Tavaly emlékezhetünk, még a szakadó eső sem tudta elmosni a jókedvünket. Most viszont ránk nézett a Jóisten, köszönjük Tamás atyának a közbenjárás, és szép időt adott a szórakozáshoz. Nem mulaszthatom el, hogy innen e helyről is örömmel említsem, hiszen erről nem lehet elégszer és eleget beszélni. 2017-ben Jászladány lesz a helyszíne a Jászok soros 23. világtalálkozójának. Ez azt jelenti, jövő év június 23, 24 és 25-én ezrek érkeznek majd hozzánk a jászság településeiről és a nagyvilágból. Amellett, hogy nagyon nagy öröm ez nekünk, legalább ekkora felelősség is. Felelősség, hogy igazán jó házigazdái legyünk ennek a nagy hagyományú eseménynek. És végezetül, hogy ne szaporítsam tovább a szót, magam és képviselő testület nevében kívánok minden kedves jelenlévőnek jó és kétszeresen is felhőtlen szórakozást a mai napra, az előttünk álló évekre, évtizedekre, pedig erőt, egészséget és családi boldogulást minden ladányi és nem ladányi magyar embernek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, polgármester úr, asszony ünnepi gondolatait, és a továbbiakban arra kérem önöket, hogy hallgassuk meg közösen Ulvicki Györgyi tolmácsolásában a jászhimnuszt.